Köszöntöm Önöket Álláspont című műsorunkban, ezen a héten is érdekes, kerületünk számára is fontos témákkal foglalkozunk. Ez alkalommal azokról a szakemberekről lesz szó, akik a vízi baleseteknél óvják az életünket. Az Álláspont második felében katasztrófavédelmi búvárral fogok beszélgetni, előtte azonban még a Balatonnál vízimentő tevékenységet végző Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatával foglalkozunk. A szóvívőjük Tar Mihály jött el hozzánk, köszöntöm a stúdióban. Köszönöm, hogy itt lehetek. Mi hívta életre a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát, kik hozták létre és mikor? 99-ben alakult meg az első hasonló nevű vízimentő szervezet a Balatonon, akkor annak még az volt a neve, egy balatoni szakszolgálat, tehát nem a magyarországi. Aztán ahogy a tevékenységünk kezdett úgy egy kicsikét kiteljesedni, ez leginkább akkor abban nyilvánult meg, hogy a nagyon szomorú események, tehát a vízbefulladásos eseteknél a holttestek felkutatása, gyakorlatilag az országból mindenhonnan jöttek megkeresések, és akkor döntöttünk úgy, meg egy-két strand is kezdett már felénk fordulni, látva azt, hogy a Balatonon egy szakmailag tényleg magas színvonalú munkát kezdett csinálni ez a csapat, és akkor elkezdtek minket különböző Balatonon kívüli strandokra hívni, és akkor döntött úgy az egyesület, hogy kicseréli a nevét, és akkor lett Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, a Vízimentők Balatoni Szakszolgálatából. Akik alapították, 11 néhányan voltak, ők keszthelyi vízimentők voltak Hajdanában, és azt látták, hogy úgy abban a formában, ahogy az a tevékenység folyt, az egy ilyen zsákutca, tehát hogy elérték abban a formában a végét a dolognak, de ez még szerintem azt jelentette, hogy az úgy jó is volt. Jöttek az ötletek, jöttek az elképzelések, mit kellene csinálni, hogy kellene ezt az egész Balatonra kiterjeszteni, és aztán most már eljutottunk oda, hogy a Balatonon, meg hát szerintem az országban is a legnagyobb vízimentő szervezetté nőtte ki magát. Milyen felszerelés áll a rendelkezésükre, egyáltalán milyen eszközökre van szükség a vízimentéshez? Most már jó, bár kevés. Amivel dicsekedni szoktunk, az a Balatonon, de nem csak a Balatonon, hanem majd, hogy nem Európának a szárazföldi részét, a tavait nézzük, akkor a legnagyobb és leggyorsabb mentőhajó az most már a mi birtokunkban van. Ez olyan 7-8 éve került oda, egyszerűen csak Rupertnek nevezzük, nem a Mackóról kapta a nevét, hanem a gyárban állítják elő ezen a néven Svédországban. Ez a vízen 100 km/órás sebességet is tud, ami azért már egy sima vízről beszélünk, természetesen viharban ezt nem tudja, de sima vízen ez egy nagyon tisztességes sebesség. Na ebből a hajóból kellene nekünk három, legalább egyelőre egy van, ezt mi sürgősségi mentőhajónak hívjuk. Ez már kifejezi azt is, hogy nem csak a hajó a jó, hanem a rajta levő személyzet is, ugyanis a főszezonban, és most már az van, a főszezonban ez a hajó úgy működik, hogy vagy mentőtiszt, vagy mentőorvos, tehát mindenképpen egy magas egészségügyi képzettségű mentő szakember is megy a hajóval, a felszereltsége pedig megegyezik egy szárazföldi esetkocsinak a felszereltségével, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy a víz közepén bármikor egy mentőautó által, egy jól felszerelt mentőautó által nyújtható segítséget tudunk adni. És hogyha nem mondjuk nagyon szélsőséges példát, ami bárkivel előfordulhat, hogy leteszi maga mellé a sörös dobozát, majd fölveszi a sörös, vagy legyen kólás, teljesen mindegy, fölveszi, beleiszik, és közben nem veszi észre, hogy a vitorláról beleesett egy darázs, és ahogy lenyeli az első kortyot, a darázs ugye ezt nem szereti, oda csíp, és hogyha nem is kell hozzá feltétlenül allergiásnak lenni, már ugye elkezd dagadni a gégéje, nagyon könnyű ilyenkor megfulladni. És hogyha ott van egy mentőhajó, tehát ők tudják, hogy kinek kell szólni, hogyan kell minket riasztani, és tényleg odaér a mentőhajó, akkor ő neki gyakorlatilag annyi, hogy utána azt mondja, hogy köszöni szépen, és folytathatja nem csak az életét, hanem azt is, amit addig csinál. Ha már a riasztásnál tartunk, hogyan lehet önöktől segítséget kérni, illetve hogyan képzeljünk el egy akciót? Segítséget kérni most már többféleképpen lehet. Van egyszer egy riasztási számunk, ezt azért is mondom el itt Budapesten, mert ha minden jól megy, és a terveink úgy alakulnak, ahogy mi azt most tudjuk, akkor nagy valószínűséggel Budapest közigazgatási határain belül már lehet, hogy az ősztől a Dunán is fogunk egy ugyanilyen sürgősségi mentőhajót üzemeltetni, még folynak az egyeztetések, de nagyon abban az irányba mutat minden, hogy igen, szükség van rá. Itt hagyni csak egy záróélet, hogyha valaki nem érti, hogy miért, mert itt ugye nincsenek fürdőzők, meg nem nagyon jellemző a vízbe eső ember sem, viszont rengeteg hajó közlekedik, rengeteg személyhajó közlekedik, amelyiken közül bármelyiken bármikor bárki szorulhat olyan orvosi segítségre, hogy a nagy hatalmas hajóval nincs idő kikötni, mert mondjuk szívinfarktust kapott, és ott fekszik, és már hárman dolgoznak rajta, hogy életben tudják tartani, ilyenkor bizony
bizony nem mindegy az, hogy a tényleg szakszerű és megfelelő eszközökkel felszerelt segítség mikor érkezik meg. És ha mi mentőhajunk itt a Dunán gyakorlatilag 10 percen belül oda tud érni bármilyen ilyen hajóhoz, és feladogatják, és fölmásznak, és elkezdenek dolgozni, akkor majdnem olyan, mint hogy egy helikopter szállt volna le a fedélzetén. Tehát a riasztás úgy néz ki, hogy beérkezik a központunkba a hívás, ez ugye több csatornán jöhet. Az egyik az a mobil számos központunk, amit egy normál számon lehet hívni, ezt ha kell, akkor megmondom a számát, ez egy 30-as 3-83-83-83, tehát egy könnyen megjegyezhető telefonszám. Ezt rögtön a központosunk veszi föl, aki mellett rengeteg rádió, számítógép, mindenféle van, és ő tudja, hogy a hívás honnan érkezett, akkor honnan kell indítani a leggyorsabban a segítséget. Ez az egyik, a másik pedig egy ennél is lényegesen gyorsabb és hatékonyabb segítségkérés, ez a Balaton Help nevű applikáció, ezt a vízimentőknek fejleszt tettük ki magunk. Ez arról szól, hogyha valakinek ez fönt van a telefonján, és aktiválva van, semmi más nem kell tennie, a bajba kerül, csak egy piros gombot megnyomni a telefonon. Abban a pillanatban a telefon elküldi nekünk az ő koordinátáit, hogy ő hol tartózkodik, nem kell neki magyarázkodni, hogy most körülbelül itt vagyok, meg ott vagyok, meg mi látni fogjuk, hogy hova kell indítani a mentőhajót. Ilyenkor elindul egy folyamat, hogy véletlen nyomta meg, vagy nem, fölhívjuk azt a számot, ahonnan érkezett ez a jelzés. Ha nem veszi föl, azért akkor is indulunk, mert akkor egyértelművé tesszük azt, hogy bajban van. Ha fölveszi és megmondja, hogy véletlen volt, hát akkor nyilván akkor pihenés, de már ez már ilyen visszafordulós pihenés, mert hogy már közben a fiúk elindulnak, hogy oda-arra pontra nekik oda kell érni. A riasztás pedig úgy néz ki, hogy oda rohannak a hajóhoz, felugrálnak a hajóra, és aztán mennek és végrehajtják azt a feladatot, amit végre kell nekik hajtani. És nem mondtam el még egy fajta riasztást, ugye mi a Balaton legnagyobb strandjain, ott vagyunk körülbelül 60-65 strandon teljesítünk szolgálatot, ahol mindennél gyorsabban tudnak a vízimentők segítséget kérni, az oldalukon levő rádióval csak beszólnak, és az rögtön a központunkban szól, és ott ők már el is mondják azt is, hogy mit látnak, mi történik, mihez kezdett, újraélesztést kezdenek, törött lábú kisgyerek van náluk, vagy valaki eszméletlenül esett össze, mert napszúrást kapott, tehát ők ezt már akkor már tudják, és akkor a központosunk már tudja, hogy kit kell riasztani, hogy kell-e helikopter hozzá, vagy nem, azt meg majd eldönti utána az országos mentőszolgálat, akikkel meg nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Tehát ez az előbb emlegetett mentőhajó úgy is működik, hogy nem csak vízről érkező jelzésekre indul el, hanem hogyha az országos mentőszolgálat központjába érkezik behívás, és ők úgy látják, akár szárazföldi balesetnél is, hogy vízről hamarabb odaér a hajó, mint hogy szárazföldön meg tudja közelíteni a legközelebbi mentőautó, akkor riasztja a hajót, és akkor víz felől érkezik. Tehát nem egyszer van, hogy a hajó elmegy valahova a Balatonparton, kiköt, és kiugrálnak a fiúk a partra, és 100-150 métert futnak, és hamarabb érnek oda akár a helikopternél, akár a mentőautónál is. Tulajdonképpen az országos mentőszolgálat munkatársai vannak rajta, mentőápoló, mentőtiszt, vagy mentőápoló, mentőorvos, ők szabadságon levő igazi homszos mentősök. Ezzel óriási terhet vesznek le a katasztrófavédelem válláról, hiszen a Balaton teljes területén önök végzik a mentési feladatokat. Hány mentőre, vízimentőre, illetve orvosra, technikai személyzetre van szükség? Egyszer egy műszakban olyan 130-150 dolgozónk van, aki szolgálatban van. Ezek között a hajóvezetők, a matrózok, a központos, a strandon szolgáló klasszikus strandi vízimentők, akik ugyanilyen pólóban, mint amiben én, mászkálnak, és látszólag a fiúk nézik a lányokat, a lányok nézik a fiúkat, de nem, ők a strandolókat figyelik, hogy mikor mi történik, és hogyha baj van, akkor beavatkoznak. Akik meg egész évben megfordul, vagy egész szezonban, mert nem egész éves munka ugye ez, akik egész szezonban megfordulnak, olyan 300-350 emberről beszélünk ugye a váltások miatt, de van, hogy ez több is. Milyen arányban vannak a pozitív kimenetelű mentések? Arányaiban tekintve nagyon kevés az, amelyik tragédiával végződik. Azok is általában úgy végződnek tragédiával, hogy már nem is nagyon lehetne visszafordítani. Tehát nem azért halnak meg emberek, mert ott a vízimentő nem tudta őt visszahozni, hanem azért, mert olyan helyen történik, ahol nincs a közelben vízimentő. Illetve nagyon sokszor olyan helyen történik, ahol nem csak vízimentő nincs, hanem más ember sincs, aki segíteni tudna azon, aki bajba került. Akárhogy is nézzük a számokat, és most ebben a gyerekeket ne értsük bele, hanem vegyük ki ebből a gyerekekkel történt eseteket. A felnőtteket érő balesetek 100%-a azért történik, mert ők valamilyen alapvető szabályt megszegtek. Tehát, hogy nagyon triviális példát mondjak erre, például, hogyha valaki lemegy a
strandra, talál egy ilyen horgásstéget, amin éppen nincsen senki, térdig érő vízből fölmászik a stégre, ami mondjuk másfél-két méter magasan van a víz fölött, ott van rajta fél órán keresztül napozik, majd kicsit melege lesz, és úgy dönt, hogy ő visszamegy a vízbe, de nem a létrán, mint ahogy fölmászott, hanem ugrik egy fejest 95%-os biztonsággal, vagy meg fog halni, vagy úgy szegi a nyakát, hogy utána tolókocsiban fogja az életét leélni. Nem lehet megmagyarázni, tehát mi történt fönt ott a stégen, hogy elfelejtette, hogy térdig érő vízből jött, és térdig érő vízbe fog visszaugrani két méter magasra, fejjel lefelé. Milyen esetek még azok, amik ezekhez a halálesetekhez vezetnek, és azt mondjuk el, hogy a fulladás ilyenkor elsősorban mitől következik be, hiszen sem a vízbiztonság, sem a jó úszás tudás nem garancia arra, hogy nem történik probléma. A vízben történő haláleseteknek egy döntő része nem fulladás, hanem valamilyen más, akár korábbi betegség, tehát egy szívbeteg nagy valószínűséggel a parton is, vagy Budapest bármelyik utcán sétálva is összeesne ugyanúgy, mint ahogy a Balatonban összeesik. De ha a klasszikus olyan eseteket nézzük, amikor tényleg a... Most nem leszek finom, tehát amikor tényleg az emberi hülyeség az, ami oda vezet, hogy valaki ebbe belehal, akkor tényleg nem tudok más mondani, ez. Tehát amikor valaki egy jó adagot fölönt a garatra, és a kikötőben, ahol eleve mély a víz, és nem tud úszni, és úgy dönt a haverjai rángatása ellenére, hogy már pedig ő megmutatja, hogy be fog ugrani a vízbe, és beugrik, és utána már mi hozzuk fel a holttestét, akkor ez megint az a kategória, amin el lehet gondolkodni, hogy akkor most megint mi történt, vagy amikor a nem feltétlen alkoholos állapotban, csak a virtuskodás, hogy a fiatal fiúk, fiatal lányokkal elmennek vízibiciklizni. Senki nem tud úszni a vízibiciklin, és megtörtént esetet mesélek el, amikor a két fiú úgy dönt, hogy jó, betekertek a vízibiciklivel, ők most a lányoknak megmutatják, hogy tudnak fejest ugrani. A 2,5 méteres vízbe. Nem tudjuk, mire gondoltak, hogy amíg beérnek, az alatt fognak, tehát 17-18 éves fiúkról beszélünk, amikor 18 év kevés volt, hogy megtanuljon úszni, majd pont ez a kis idő lesz elég neki? És a kettőből az egyiket a lányok ki tudták húzni, a másikat 3 nap múlva találtuk meg. A mentési feladatok mellett önök figyelemfelhívó kampányokkal is foglalkoznak, ha jól tudom. Hogyne, sőt, próbálunk olyan kampányokat csinálni, ezt így tavaly találtuk ki, amiről azt mondtuk, hogy akkor most egy kicsit többet teszünk hozzá, sokkolunk. Tehát, hogy a normál megszokott, a sajtóetikai szabályoknak mindenben megfelelő felhívásokon és kampányokon kicsit túllépünk. Tehát egy kicsit szonárkép volt, ha jól tudom. Így van. Azt mondtuk, hogy igen, tehát, hogy úgy kell szólni az emberekhez, hogy figyeljenek oda. Tavaly már a nyár közepén 15 fölé ment a Balaton áldozatainak a száma, és ekkor jött az a bizonyos szonárkép, és ekkor ültünk le, ki lehet ilyet tenni? Végül is maga az ember nem felismerhető, de az felismerhető, hogy ott egy ember, ott egy holttest van a víz alatt, hogy ezt látja meg a buvárszolgálat munkatársa, aki keresi, hogy hol van, ő ezzel találkozik először, és utána merülnek le ott az adott helyen a vízbe, és hozzák föl az akkor már élettelen testet. És ez nagyon ütött, ez több százezer ember látta a Facebookon, tehát azt mondom, gigantikus, és utána mint hogy elvágták volna. Az idei szezon az már elkezdődött mind a hajózásban, mind a fürdőzésben, eddig mekkora számnál tartunk? Ha jók az információk, akkor még egyelőre nulla. Mondjuk el még a további alap szabályokat, amire oda kell figyelnünk. Felhevült teste, telegyomorral, alkoholos állapotban ne menjünk vízbe, előtte pacsipázzuk be magunk, alkoholosan ne, tehát azt úgy felejtsük el. De ha strandröplabda után vagyunk, vagy foci meccs, vagy pingpong, vagy egyszerűen csak melegünk van és be akarunk menni, akkor ne tegyük ezt azonnal, hanem kicsit készítsük fel a szervezetünket arra sokra, ami nem sokára érni fogja azzal, hogy egy hidegebb közegbe fog érkezni, ami egyébként jól tud esni, csak hogyha nem jól esik éppen az a pillanat, akkor az nagyon könnyen tényleg a szívmegállásba vezethet, és akkor ott már akkor nagyon komoly erőfeszítésekre van szükség, hogy valakit visszahozzanak. Úgy tudom, hogy a mentőhajóikkal nem csak emberi életet, hanem hajókat is tudnak menteni. Hogyne, ezek úgy vannak felszerelve eszközökkel is, meg a hajó felépítése is olyan, meg hát a motorok is jó erősek pont ezért, hogy kisebb vitorlásokat mindegyik hajónk el tud vontatni, de van most már egy kimondottan eszközmentésre kialakított hajónk, amelyik gyorsaságát tekintve nem olyan, mint a sürgősségi mentőhajó, mert most már arról is többes számba beszélt, ugye van a nagy, a Rupert, amit mondtam, és van még több kisebb, amelyiken szintén mentőorvos, mentőtiszt teljesít szolgálatot, csak az nem tud annyira gyorsan, az nem tud 100-zal menni, az 60-70-nel tud menni a vízen, meg kisebb. De van egy kimondottan eszközmentésre kialakított hajónk, ez csupa fém minden oldalról, tehát ez neki tud menni, meg ha belefúródik egy árbóc, akkor sincsen semmi, kicsit behorpad, majd akkor kikalapálják. Tehát egy végül is egy
totális flottánk van, amivel mindent meg tudunk oldani, akár azt is, hogy a 7 méter, 8 méter mélyen levő hajótestet föl tudjuk húzni megfelelő balonokkal, amiket aláfűzünk, hadd ne kelljen végigmondani, hogy ez hogy néz ki, de lényeg az, hogy bármilyen elsüllyedt hajót föl tudunk hozni. De, és ezt nem árt a hajósoknak tudni, ez zsebbenyúlós, és nagyon keményen zsebbenyúlós. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és segített megismerni jobban a vízimentők munkáját, és balesetmentes nyarat kívánok Önöknek. Én meg azt kívánom a nézőknek, hogy ne találkozzunk a nyáron. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm én is. Maradjanak velünk, mert rögtön folytatjuk az Álláspontot a katasztrófa védelmi búvárok tevékenységével. Műsorunk második részének témája a katasztrófa védelmi búvárok által végzett munka. Ezzel kapcsolatban Szél Norbert, tűzoltó búvár. A vendégem, köszöntöm a stúdióban. Szeretettel köszöntök minden nézőt. Milyen helyzetekben lehet szükség a katasztrófa védelem búvárainak a szaktudására? A katasztrófa védelemnek van egy-két olyan speciális egysége, mint a búvárok, akik nem az alapesetekben vagy alaphelyzetekben, alapkatasztrófa helyzetekben avatkoznak be, amiről az embernek rögtön eszébe jut, hogy tűzoltóság, katasztrófa védelem, mint például a műszaki mentések, illetve tűzesetek, hanem vannak olyan speciális helyzetek, amikor még a tűzoltó a normál védőruhájában nem tud bejutni víz alá, olyan vízmélységekbe, ami gyakorlatilag még nem követeli meg azt, hogy a fejük a víz alá kerüljön a tűzoltóknak, de gyakorlatilag már nem tudnak bemenni a vízmennyisége miatt. Ilyen esetben mindig a fővárosban lévő katasztrófavédelmi búvárszolgálatot riasztják. Úgy tudom, hogy csak a fővárosban található olyan tűzoltóság, ahol búvárok is tevékenykednek, illetve olyan tűzoltók, akiknek búvárképzettségük is van. Igen, hát alapvetően az országos szinten a katasztrófa védelmnek, de azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a társzerveknek sincsen olyan búvárszolgálata, amelyik ilyen feladatra bevethető. A tűzoltóságon belül pedig a fővárosba helyezték el azt a szolgálatot, amelyik búvárokkal rendelkezik, és bevethető gyakorlatilag, azt lehet mondani, hogy az ország egész területén. Vannak máshol is olyan tűzoltók, akiknek van búvár végzettségük, és alkalmasak ilyen feladatok ellátására adott esetben, de ők nem a tűzoltóság keretein belül végzik ezt, hiszen munkaköri leírásukban ezt nem engedik nekik, hanem különböző civil szervezeteken keresztül. Tudna mondani nekem konkrét eseteket, hogy milyen problémáknál, milyen vészhelyzetekben hívják Önöket? Hát a leggyakoribb esetek talán, ami így a nyári szezon megkezdésével egyre sűrűbbé fog válni, az az eltűnt személyeknek a keresése, amikor valaki fürdőzés közben, illetve valamilyen vízi tevékenység közben a víz alá kerül, és gyakorlatilag nem jön fel a víz felszínére. Ebben az esetben, hogyha ott gyorsan a helyszínen valaki nem tudja a víz alól fölhozni, akkor gyakorlatilag búvároknak a munkájára van szükség, illetve a búvárok által kezelt eszközökre. Pontosan milyen képzést kapnak a katasztrófavédelem búvárai? A katasztrófavédelem búvár szolgálatához, illetve a katasztrófavédelemnél lévő búvároknak ugyanolyan sportvégzettsége van, mint azoknak, akik sportszélű búvárkodáshoz elvégeznek egy-egy tanfolyamot. Nálunk a képzettségnél az előírás, a minimum előírás az, hogy legalább haladó szintű búvár minősítéssel kell, hogy rendelkezzen, aki hozzánk jön. De természetesen ez, ahogy el szokták az életbe is mondani, hogy hát ez egy papír, ami nyilván arról tanúsít minket, hogy elvégzett egy végzettséget, de ténylegesen egy felvételi eljárás során nézzük meg, hogy milyen gyakorlattal rendelkezik az az adott személy, és alkalmas-e erre a tevékenységre. Ezzel a sportbúvári képzettséggel tud bekerülni a szolgálathoz, és ott gyakorlatilag mi saját képzési rendszerünkön belül megadjuk neki azt a többletet, ami szükséges ahhoz, hogy hatékonyan és gyorsan tudjunk gyakorlatilag egy víz alatti keresést végrehajtani, hisz ez azért a sportbúvárkodáshoz gyakorlatilag nem sok köze van, de ugyanakkor annyi mégis, hogy ugyanazokat a felszereléseket használjuk, amit a könnyű búvárkodás során használnak a sportbúvárok. Hogyha nem Budapesten van szükség ilyen képességekre, akkor milyen társszervezetekkel működnek együtt? A katasztrófavédelmnek nagyon sok civil szervezettel van együttműködése. Pontosan azért, mivel hogy csak egy darab ilyen szervezet, egy darab ilyen szolgálattal rendelkezik, ezért általánosságban azt lehet mondani, hogy a fővárosban lévő búvárokat többnyire Pest megyébe, illetve a Pest megyével szomszédos megyékbe, természetesen Pest megyébe beértjük a fővárost is, riasztják a búvárokat. A többi területeken elsősorban igyekeznek megoldani azokkal a civil szervezetekkel, akikkel együttműködése van a katasztrófavédelemnek. Másodszorban, hogyha olyan jellegű életmentésről van szó, ahol még van értelme a fővárosi búvárokat lehívni, akkor természetesen ez egy
országos riaszthatóságú szolgálatnak van minősítve, tehát az ország bármelyik pontjára riaszthatóak vagyunk. Nyilván, mivel megkülönböztető jelzéssel tudunk haladni, és 2 percen belül gyakorlatilag az állomány elindul az autóval, ez azt jelenti, hogy körülbelül 2-2,5 órán belül az ország bármelyik pontjára oda tudunk érni, de hát ugye, mint ahogy beszéltem is róla, ez életmentés esetén már csak nagyon speciális esetekben elképzelhető. Civil szervezeteknél itt érdemes megemlíteni, hogy vannak olyan civil szervezetek, mint például a Vízmentők Magyarországi Szakszolgálata, ahol a katasztrófa védelmet nagy mértékben mentesíti az alól, hogy a teljes Balaton területén gyakorlatilag az ilyen vízbiztonsággal és vízmentéssel kapcsolatos, adott esetben eltűnt személyek kapcsolatos kérdéseket mind megoldja, ezáltal gyakorlatilag nem kell búvárokat a fővárosban lehívni. Milyen felszerelés áll a rendelkezésére a fővárosi tűzoltó búvároknak? Hát egyrészt a rendelkezésünkre állnak természetesen azok a búvár technikák, amivel le tudunk menni a víz alá, és a víz alatt hosszabb távú kereséseket tudunk folytatni. Itt természetesen a különbséget kell tenni, hogy vannak olyan tavi kereséseink, olyan állóvizes keresések, amik különösebb igénybevételt, vagy hát különösebb megerőltetés nélkül gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a búvárok ma már meg tudják csinálni. Azonban vannak olyan speciális körülmények, amikor nagy sodrású folyókban, akár a Dunában olyan helyeken kell merülni, ahol a búvároknak olyan technikákat kell alkalmazni, illetve olyan túlsúlyozást, ahol már ténylegesen nem is merülnek, hanem a medernek az alján kúsznak, másznak, hisz különben elvinni őket a víz. Itt egy olyan plusz 50-60 kg-os súlyt raknak még a búvára, hogy a víz ne vigye el őket. Úgy tudom, hogy egy készenléti autó is a rendelkezésükre áll. Így van, egy készenléti autó, amihez tartozik egy készenléti motorcsónak. Ennek az a jelentősége, hogy a búvárokat bevigyék a bevigye a nagyobb vízfelületeken az adott pontra, illetve az idei évben, illetve a tavalyi év végén beszerzésre került most már a fővárosi búvároknak is egy olyan szonárberendezés, aminek segítségével jóval nagyobb területeket tudnak átvizsgálni, és sokkal gyorsabban, hisz itt a búvárnak nem kell lemennie, hanem gyakorlatilag áttapogatja a meder alját, és kimutatja azokat a kiálló tárgyakat, illetve azokat az eszközöket, amik a meder alján találhatóak. Feltételezem, folyamatos gyakorlatozásra is szükség van. Hát, mint minden tűzoltóságon, gyakorlatilag a napközbeni munka itt is nem föltétlen csak avval telik, hogy riasztásra járnak a tűzoltók, hanem a felmaradó szabad időben próbálják a gyakorlatokat ugye beilleszteni, és mindig a szükséges technikákat, az új technikákkal megismerkedni és elsajátítani azokat. Nyilván igyekszünk vizes környezetbe gyakorlatozni. Természetesen nálunk is van egy elméleti képzés, és arra épül egy gyakorlati képzés. A gyakorlati képzések azokat igyekszünk a főváros területén, illetve a főváros környezet közvetlen környezetében lévő vízfelületeken, mint az Omszki-tó, a Lupató, Csepel-szigeteken, bányatavak, illetve a fővárosnak a Duna szakasza az, ami számunkra még úgy igénybe vehető, vagy hát úgy tudjuk igénybe venni, hogy amennyiben a fővárosban történik egy riasztás, akkor oda gyorsan oda tudunk érni. Fel tudja idézni a legutóbbi esetet, amikor szükség volt önökre? Hát a legutóbbi eset ez pont ez a gépjárművel volt történő, Duna szakaszon történő vízbe hajtás volt, illetve sok esetben kéri a rendőrség a munkánkat eltűnt személykereséshez, illetve bűntárgykeresésben is nagyon sűrűn részt veszünk, amikor különböző olyan bűntárgyakat kell keresnünk, amiket bedobnak a vízbe. Az idei évben is volt már olyan, amikor eltűnt szemét kellett keresnünk, mert csónakból esett be például. Egy nagyon jellegzetes eset, amivel mi is ritkán találkozunk, például itt Budapest fölött Dunakeszinél a Komp lejárónál egy hajónak a csavarja csavart föl egy embert, és hát gyakorlatilag ezt az embert kellett a búvároknak úgymond kihozni a vízből. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és bemutatta a katasztrófavédelmi búvároknak a munkáját, és ahogy önök egymás között szokták mondani, nyugodt szolgálatot kívánok. Én köszönöm, hogy itt lettem és bemutatkozhattunk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, legközelebb is pénteken láthatják majd Álláspont című műsorunkat, addig is viszontlátásra!